A levegő minősége jelentősen javult az elmúlt néhány évtizedben Szlovéniában, állítja Uros Weigl. A legnagyobb változás, hogy lényegesen csökkent az ipari levegőszennyezés. A legnagyobb problémát nyáron az ózon szintje, télen pedig a PM részecskék okozzák. A kisméretű részecskék a legnagyobb mértékben a kipufogó gázokból és a háztartási tűzhelyekből származnak. A légszennyezés 50%-a ugyanis a tűzhelyekből ered, a negyede pedig a közlekedésből. Az ipartól eredő légszennyeződés az intézkedéseknek köszönhetően 5%-ra csökkent. A Szlovén Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Központ az elmúlt 15 évben 10 projektumot valósított meg Szerbiában. Az idén 2 új fejlesztési projektumot indítottunk el Szerbiában. Projektumaink a szennyvíz feldolgozására, a szeméttelepek felszámolására és az energiahatékonysági programokra irányulnak. Szerbiában létrehoztunk szennyvíztisztító rendszer Zlatiborban, az idén pedig megkezdtük Vrnjačka Banja utcai világításának rendezését, valamint befejeztük a távfűtési állomások kiépítését az újvidéki hőerőmű számára. Az alkalmazott ökológiával foglalkozó Limnos cég természetes ökoszisztémák fejlesztésével és alkalmazásával foglalkozik. A szennyvizek tisztítását az úgynevezett nedves élőhelyek kialakításával végzik. Természetes folyamatokon alapszik a szennyvíz tisztítása. A nedves területeken a mikroorganizmusok, a növények és a természetes szubsztrátumok által tisztul a szennyvíz, amely különböző homokrétegeken szűrődik le. A víz a tisztítás után újra hasznosítható, de visszakerülhet a folyókba is. Az ilyen szennyvíztisztítók sokkal olcsóbbak, mint a hagyományosak. A Limnos Kft. Szerbia kivételével az összes balkáni országban végzett már projektumokat. A cég projektmenedzsere felhívta a szerbiai önkormányzatok figyelmét, hogy pályázzanak náluk szennyvíztisztító projektek kidolgozására és társfinanszírozására.